Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel és tiszteltel köszöntöm interjú alanyomat Tóth Szilárdot, akivel majd két évtizedes barátság fűz. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ördög vagy a Szent László napok egyik motorja, és hát igazából az az apropója, hogy az utóbbi időben egyre többet látlak különböző televíziókban is, meg hát azért egy olyan ember vagy, aki azon kívül, hogy hiteles vagy, annak idején a Survivor-rel ke ke kerültél be, és itt most nem a szó olyan értelmében, hogy valaki ezen nevet, mert az a Survivor azért még egészen más volt, jobban a produkcióról szólt, most inkább a Szent napok, illetve a Győri, György Irmóti Rodeó végzett tevékenységet. Nyolcadik alkalommal rendezitek meg a héten, 20-án, 21-én, szombaton, vasárnap az úgynevezett kétnapos lovas pártát. Ez nem más, mint az ördög lovasok évi vizsgáját. Ez a második nemzetközi. Tavaly is érkeztek ugye Erdélyből, Szlovéniából, idén is vártok Szlov Szlovákiából mindenképpen embereket. Szilárd, mit is takar ez? Mondanám, hogy nem tudom, de akkor hogy hiteltelen lennék. Mert tavaly is láttam, 35-40 ember küzd, ez több, mint küzdelem. Üdvözöllek, két perc után sikerült átadnom a szót. <laughs> Majd utal érlek, sziasztok! Nagyon egyszerű a történet. Amikor ördöglovasokról beszélünk, akkor el kell dönteni, ki is az az ördöglovas. Én ezt szoktam mondani a tanítványoknak is, hogy az lesz ördöglovas, aki nem csak annak nevezi magát, hanem úgy él, és annak megfelelően teszi a dolgait. Ez viszont, hogy valaki ördöglovas legyen, ez nagyon komolyan fel kell készülni. A komoly felkészülés az annyit jelent, hogy ez egy sokoldalú felkészülés. A sokoldalú felkészülésben van fizikai, Saját testsúlyos edzésmódszerrel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy ha valaki egy lóhátán mindenféle veszélyes dolgot akar végrehajtani, nagyon egyszerű a dolog, a saját testsúlyát el kell, hogy bírja. Ezért például a vizsgán is tele van olyan vizsga feladatokkal, ahol talán talá saját testsúlyjal kell dolgozni, vagy futni kell, húzóckodni, majom közlekedni, palánkot mászni, stb. stb. Itt azért fontos, hogy nem a súlyozásra helyezed a hangsúlyt, hiszen a saját súlyát kell a ló alatt mellett oldalt. Tehát itt nem, nem az a lényeg, hogy fekve -fe 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 nyomjon 130-al. Igen, igen, tehát nem erőemelőket keresünk, meg súlyemelőket, hanem olyanokat, aki. Tehát ugyanúgy, hogy az akrobatikába, tornába, vagy egyéb sportokba a saját testsúlyát kell mozgassan. Aztán, hogyha ez most több, akkor fogyni kell, többet kell futni, ha ez kevesebb, erősödni kell. A lényeg az, hogy ez az alap. Emellé jönnek azok a egyéb képességek, amiket ugye el kell sajátítani. Tehát az ördöglovasok, ugye, mint régen, ugye a hírhet ördöglovas, az egy harcos volt. Aki ördögi mutatványokat hajtott végre a lóháton, vagy pedig egy retteget harcos, aki olyan harcászati technikával dolgozott lóhátról, amit ugye a többiek nem tudtak. Meglepetésszerű dolgok, előmászott a hasonló, majd lecsapkodta ott a táborozóknak a fejét, stb. stb majd később ugye hallottunk Sándor Moritz Grófról, aki arról lett híres ördöglovas, hogy mindenféle extrém körülmények között uh, ugrott, mászott, Hát felment a palotával, lépcsőn kiugratott az erkéről, átugratta a parasztokat, szekerestől, mindenestől. Ők kicsit az akkori kor is, most lehet, hogy a megyünk vissza, de lehet, hogy nem csak uh, Baskiriából, Levédiából jöttünk. Az ottani kommandósok, tehát akik ilyen blitzkrieg módon mondjuk megtámadtak, aztán visszajöttek, hisz ők hogy valószínűleg nem voltak több ezeren, a kvalitásaik alapján ők nem voltak olyan sokan. Nem, 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 nem. Hát ugye ez egy kicsit, hogyha visszagondolunk, ugye, ugye kozák lovaklásnak is hívják ezt, ott is az volt a lényeg, hogy ezek a nomád, kazak, kozák, kirgiz, egyéb nemzetségek között mindig voltak ördöglovasok, Aha. akik sokkal jobbak voltak, mint a többiek, gyors lovaik voltak, tehát ezt azért nem lehet elképzelni a lóma lovakon, és ezért például meglepődök azon, hogyha valaki olyan lóval dolgozik, ami a bocsánat, alig akar menni, mert ezt mi volt is állásnak hívjuk, nem ördöglovasnak, ugyanis ezek a lovasok meglepetésszeren jöttek elő, ezek fegyverforgatók, karddal, íjjal, csatacsillaggal, mindenféle eszközzel jól bántak, és, és, és ezt játéknak is használták, fenntartották vele, úgymond az egészségüket, a, a fizikumukat, és ugye nem harcoltak egyfolytában, de készültek, hogyha eljön a pillanat, akkor ugye fel legyenek készülve. Na most az ördöglovas, Na Pont emiatt elég sok oldalú felkészültségre van szüksége. És ezért van szó, hogy a esés eséstechnikájuk is van, akrobatikájuk is van, mászni, kúszni, mindent kell csinálni. Hát most mondjuk, ha nézzünk egy japán ninjet. hát most el tudod képzelni, hogy csak vívni tud? Igen. Nem. Vagy hát csillagot dobni. Vagy Igen. csak csillagot dobni, nem. Hát ez fölmászik a tetőre, hangtalan néma, ismerte a mérgezést, ismerte a, a különböző robbanó, fűsz dolgokat, fegyvereket, fegyver hát fegyverszakértők voltak mindenféle dologgal. Egy ördöglóvasnak is az a dolga, hogy a lóval kapcsolatosan mindent tudjon, ismerje különböző hadászati technikákat, ami ehhez természetes stílushoz kapcsolódik, tehát nem kalasnyikovval kell itt bármit is csinálni, és, ezek, és erre kell felkészülni ezért is van az, hál' Istennek volt lehetőségem veled más média felületen beszélgetni, hogy mondjuk 5-6-7 vagy különböző versenyszámok vannak, és egyikben sem lehet úgymond lenullázódnia az illető delikvensnek, mert nullával szorzott, tehát magyarul hiába vagy kimagasló 3-4-be, hogyha egyiket annyira alul teljesített, hogy dehonestáló, ezért ez mondjuk fontos. Ezeket a szabályokat te hoztad, vagy ez így működik, hogy mind a ninja uh, példát mondtad, mindenbe hoz minimum egy átlagot, természetesen az a legjobb, ha mindenbe jó vagy. Én úgy gondolom, hogy az élet a legjobb vizsgáztató. Itt van a Szent László, amit említettél te is. Én ez alatt a 20 akárhány év alatt, amióta ilyen tevékenységet folytatok, többször kerültem bajba. Ami annyit jelent, hogy soha nem tudod, hogy milyen bajba kerülsz, mert akkor készültél volna rá, mármint hogy konkrétan arra. És hogyha nem vagyok felkészülve, akkor ebből nagyon komoly súlyos sérülések, akár maradandó is lehetett volna. De én úgy gondolom, hogy a lélek jelenlét, a fizikai felkészültség, a sokoldalú képzés az biztosítja azt, hogy az ember ezekből a bajokból, mert ugye azt szokták mondani, egyszeresik, ami esik. Tehát volt olyan, hogy mittem leugrottam a ló bal oldalán, vágta közbe, és fizikailag lehetetlennek tűnik, hogy én jobb lábbal belelépjek a bal kengyelbe, úgy, hogy az átmegy a lábfejemen, és rácsúszik a vádlimra. Ja, eh, 43-as lábam van, és egy kengyelnek nagyon spiccel nem kéne, hogy becsúszson a lábam, de ez megtörtént. És a, és a, ló közben vágtázott ezerrel, és én lógtam a nyak alatt keresztbe, úgyhogy a jobb lábom a bal kengyel, a bal lábom a földön szántotta a homokot. Fájdalmakat okozol így, hogy mondod, pecsárját. <laughs> és volt rá körülbelül egy ilyen 6-8 másodpercem, hogy ezt megoldjam, ugyanis speciális kengyeleink vannak, ezek nem szakadnak le, mert duplán varrott, meg hevederre erősített, meg mit tudom én. Tehát engem úgy nagyjából egy ronybabát rommát tört volna, ló, hogyha ott maradok ebbe a beakadt állapotba. De sikerült magamat visszahúzni, sikerült a lábamat kirángatni abból a kengyelből, mindezt úgy, hogy közben a magával és száguldott velem. Ilyen helyzetben sajnos... Ilyenkor sor... egyébként, amikor szólítgatod, mert ugye te a harmónia köztetek sem nagyon áll meg, Mert hát jó, nem segített volna. Ne felejtsük, nem el, ne felejtsük volna. el, hogy ez egy menekülő állat, Ingen. és én előtte azt kértem tőle, hogy ne álljon meg. Tehát ő nem tud különbséget tenni, mert más is lógok az oldalán, hogy most te bajba vagyok, vagy ez, vagy ez a produkció része hangokkal. Hanggal lehet, Cs. meg figyel, meg mit tudom, és volt olyan másnál is, amikor azt mondja, sikerült megállítani, belelépett a szárba, vagy olyan történt. É. De ugyanez van például nekem, ugye volt egy szúrtsérülésem egy Szent László amikor megszúrt az egyik tanítványom, karddal. Biztos, hogy nem direkt. Nem, 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 mert ez így jött ki. Aztán utána én vágtam egyet a karján, és akkor mondták a mentőségnek. A monogúrokhoz beálltál, mert azok, azok a legzazorallabbak az egyik csapat például. Igen, és akkor mondták a mentősek, hogy nem mi van a góri, van vett rajtad. viccet félre téved, tehát ezek előfordulhatnak, ezek benne vannak a pakliba, és a legfontosabb nekem, mint edzőnek, hogy felkészítsem őket minden helyzetre, amire lehet. Szilárd, ez a nyolcadik alkalom a második nemzetközi. Mire lehet itt felkészülni? 20-án, 21-én, tehát a héten, szombaton, vasárnap. Ami emeli az eseménynek a fényét, nem mintha tulajdonképpen szükség lenne, úgymond celebritásokra, de egy nagyon híres ember látokat el hozzád, akivel egy nagyon jó sztorid is van egy erdély bállal kapcsolatban, nem tudom, megosztod de máshol megtetted, kérlek, tedd ezt itt is. Bács Péter színművész úrról beszélünk, aki egy Embert, és azon kívül, hogy színművész, hogy ismeri különböző sorozatokból, kaszkadőrködik is. Nem lovas kaszkadőr, hanem úgy mondta sima. Biztos, hogy a sima jelző ez nem ide való. Hogy ismerkedtetek ti meg, és minek köszönhető, hogy emeli a hétvégétek fényét? Hát négy éve hívtak meg először engem Erdélybe az erdélyi lovas magyarok a bájukra, mint díszvendéget, és hát Bács Péter is díszvendég volt, egyszerű oknál fogva, ismerték a médiából, többször indult a sztárfutamon, lovagolni tud, de sem a lovas akrobatikát, sem a lovas kaszkadőrt nevezzük, így szakmát nem ismeri viszont jól bunyózik, fit, szépen énekel, poénos, jó fej, jó képű, tehát minden, ami kell ahhoz, hogy... Alkotilag más, mint te. Tehát igen, ő igen, a én, korvonya. hát én a 90 pluszos kategória vagyok, már tehát ilyen 94-5 kiló körül van a versenysúlyom jelen pillanatban, meg 188 centi, ő alacsonyabb is, vékonyabb is, is, tehát ő inkább ez a 70 kiló igen. körüli kategória. A lényeg az, hogy összekerültünk egy két ágyas szobába, hát a vendégeket ugye összerakták két férfi, miért ne lehetne, igen, csak kiderült, hogy ez a két ágy össze van keményen ragasztva, tehát ez egy francia ágy, és két személyes volt, de nem két ágyas, és akkor rám nézett, hogy egyszer megjelentünk a kis táskánkkal ugye a bál előtt a, a szobánkba, és akkor rám nézett, és akkor annyit mondott, hogy jó, akkor ő inkább úgy gondolja, hogy meghúzódik a sarokba, és nyugodtan terpeszkedjek, ahogy jól esik. Jót nem vettünk rajta, és utána a következő években is találkoztunk a bálon, de természetesen már kaptunk külön szobát, nem kellett együtt aludnunk, viszont ez megalapozta a barátságunkat, és többször találkoztunk eseményeken, rendezvényeken, ő is szereti a lovakat, meg mondom, lovagolni lovagol, és hát nekünk e, rajongunk volt ő is, tehát látta az ördöglovasokat, és eljutottunk odáig, hogy én mondtam neki, hát hogy most már sok mindenről beszéltünk, mert mindig mondja, hogy jó, mennyit ez, meg mennyit csinál ezt, aztán azt mondta nekem, Peti. mondom, tavaly is már próbáltam hívni. Ismertebb embereket, akik sportolnak, tehát nem tornából felmentettem, gyere el, és mondom, próbált ki az ördöglovasok vizsgáját. Mondta, hogy oké, okay, persze, azon a jó. Dátumot is megbeszéltük, mondja, küldjem el a vizsganyagot. Elküldtem a vizsganyagot, megnéztem, majd egy nap múlva hívott vissza, kicsi letört hangon van élő ember, aki ezt tudja teljesíteni című Amen. kérdéssel, és mondtam neki, hogy igen, vagyunk páran, akik ezt már teljesítettük. Tavaly 15-en teljesítették a nemzetközi vizsgán, ugye a 40-ből és mondtam, volt köztük képzeld el éves, és úgyhogy lehet, hogy neked is mondom, fog sikerülni, nem tudom, majd ott kiderül, mert én még nem láttam, hogy mennyi, mennyire vagy úgymond elszánt egy ilyen szituációba, a helyzetbe. 20-21-én szombaton vasárnap természetesen úgymond a földi halandók, a laikusok is kilátogathatnak ugye egy írmótra, a Rodeo Rentszre, hiszen meg lehet tekinteni ezt a rendezvényt. Ez egy több órán át zajló, ugye kétnapos pártának hirdetjük, és nem a 480 időszámításunk előtti nem, az 490-ben volt. Hülye gyerek, hát ha valamit mondasz, akkor az mond pontosan maraton után volt 10 évvel, ugye a szexész. Jó, ilyenkor ezt elmondom, hogy intelligensebbnek tűnjek így mellettet, már mint hogy Aztán mégis rosszul mondom. Aki részt vesz ezen, a szó jó értelmében őrültek, fiatalok, rendkívül jók. Valakinek nagyon-nagyon sokszor nem sikerül, viszont olyanok is vannak, ritka, akik egymás utáni x évig, mondjuk 5 évig teljesítik, és boldogok, vagy ez több annál. Mit adsz te nekik a nevelésem az életfilozófiádon kívül? Nagyon egyszerű, ördöglovas címért folyik a vizsga ami annyit jelent, hogy ebből a sok-sok feladatból nullás eredményt nem lehet produkálni, és az össz teljesítménynek el kell érni a 62 ot ami azt jelenti, hogy nem elég, hogyha épp, hogy átcsúszunk a feladatokon, mert az, az ördöglovasz címre nem jó. És igen, ahogy mondtad, vannak már olyanok, nagyon fontos, hogy ez évente egyszer van, és ki lett tűzve, amikor én ezt a vizsgát elkészítettem, hogy legyen ennek egy építkezése, tehát az, hogy mégis mire, meg hogyan, meg volt, aki megkérdezte, hogy van-e olyan, akinek nem kell vizsgázni. És én azt mondtam, hogy tíz év után már nem kell, tehát az örökös ördöglovasz cím annak jár, aki tíz évig megszakítás nélkül teljesíti a vizsga feladatot, és ördöglovasz címet kap, és ezzel jár más is. Öt év után megkapja az ördöglovasok címeres kardját, ezt eddig egy ember kapta, meg úgy hívják egyetlen Alexandra, aki, tehát ahogy halljátok, egy hölgy, aki kőkemény és teljesítette tavaly az ötödik ilyen címvizsgáját, és megkapta a kardot is. Egy puma van rajta, mert neki a szent állata, ugyanis választhatnak az ördöglovasok, hogy melyik állathoz, totem állathoz hasonlítják, úgymond a saját személyiségét, gondolkodásukat. Idén Ludikár Tamás, aki az ötödik címére tör és próbálja teljesíteni, és ha sikerül, akkor ő is ugye bekerül a kardosok közé, a második, aki kardot kap. És ha tíz éven keresztül ezt teljesítik, akkor én az örökös ördöglovas cím, illetve vele jár, hogy a ménesemből választhat magának egy lovat, ami az övé lesz. Kor, illetve nyilván nem, nemiség nincs, Ugyanazokat a kritériumokat kell ö, hölgyeknek, uraknak, nagyon-nagyon fiataloknak, 8-12 éveseknek, mint mondjuk egy 50 fölött picivel járó láznak, hogy azért ilyen már nincs. Már az bocsánat. az igazság, hogy nincsenek ilyen választási lehetőségek. Nincsenek. Tehát az ördöglovasz címnek az e elvárása. ez nem engedi mi? Nem, nem, nem. Ez egy az egybe, mindenkinek ugyanaz ki lehet próbálni, lehet kisebb kategóriák, a kicsi futhatnak 6 km helyett 4 km, stb. stb. De az ördöglovasz címnél nincs alkú. Ez azt jelenti, hogy az a 10 éves gyerek, aki teljesítette tavaly, ugyanazt teljesítette, mint a 25 éves élete erejébet lévő hölgy, aki, aki azt mondom, hogy komoly több éves fizikai, illetve mentális, meg akrobatikai előképzettségen van túl. Én, én, azt, én, én azt gondolom, hogy, hogy erre is fel lehet készülni. Na most ez nem azt jelenti, hogy egymás után sikerülni fog, mert a fiatalok is, ugye nőnek, változnak, iskolák, egyebek. Most is itt van példa, hogy vannak olyanok, akik úgy fognak vizsgázni, hogy közben érettségiznek is. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy április végén ördöglovas vizsga, utána meg indul az érettségét, nem könnyű. És jöttek is oda hozzám, hogy nem lehetne eltolni ezt az ördöglovas vizsgát, és mondtam neki, de hogy nem, a szülni fogsz, akkor megint eltoljuk, sőt, hogyha diplomamunkát írsz, vagy doktorálsz újra Nem eltúljuk. lesz három évig egyesen anyukát. Jó, ez, ez, csak így viccelek. Hogy... Viccet félretéve, nem, itt nincs alkó. Itt a Jó, nagyon helyes. egyszerű, Így van. Vég csinálod, és ha tudod, akkor megkapod a címet, ha nem tudod, akkor nem kapod meg a címet. Azzal a csapattal, amivel te rendelkezel, a tanáruk, vagy mentoruk, vagy nevelőjük, vagy különböző helyeken, Erdélyben, Magyarországon is ugye különböző lovaszínházokba hívnak, meg hát a Szent László napok, ugye Győr egyetemi egyértelmű. Hányan vagytok körülbelül? Pont az ilyen dolgok miatt, mert a Szent László napok záró, akkor az a legszebb dolog, amikor tényleg itt nevezzük két és fél napnak, de nyugodtan lehet mondani háromnak, jobbnál jobb programok, kicsit adhatna a város egyébként több rá, de majd én lobbizok, mert néha bejárok, és csak úgy neked mondom, nem azért, hogy visszaadj, ez csak úgy vicc volt, mert ott a végén megköszönöd, elmondod, és azokat az embereket, fiatal hölgyeket, urakat laudálod, akik ott vannak, és ez úgy jól esik, hogy a három nap után megköszönik. Hányan vagytok, tulajdonképpen? Nagyon egyszerű a történet, hogy hányan vagyunk, az én csapatom az most nagyságrendileg az aktív része, az egy ilyen 15. Szép. Fő. Mert annyi a minimum vannak, de jó, többen vannak. Többen vagyunk. Jóval. Csak én azért mondom, hogy az aktív, akik már élik ezt az életstílust, nem véletlen, hogy tavaly 40-en vizsgáztak, és 15-nek sikerült, és a 15-öt mind én képeztem. Tehát ez azt jelenti, hogy ők Velem együtt élnek, gondolkoznak egy kicsit ugye ezen a területen, néha összevesznek a szülőkkel, néha egy kicsit másképp látják a dolgokat, de hát ettől lesznek ördöglovasok. És vannak azok, akik kóstolgatják. Többet lovagolnak, kicsit többet futnak, többet edzenek. Pónival még. Tehát Pónival is, nagylóval is, ez vegyes. És és tehát ők még csak azok, akik szemezgetnek ezzel a dologgal, de addig, amíg nem kötelezik el magukat, addig azt lehet mondani, hogy hogy ők még csak a fanklub, tehát akik, akik így tesztelik. Én meg azt szoktam mondani, hogy ezt nem tesztelni kell, nem csinálni kell, és nem lesz könnyű. És, és amikor már nincsenek alakuk, hanem igenis ott van az, hogy áldozatot kell vállalni érte, akkor fog -e eldőlni, hogy mi lesz belőled. Szerintem egy ilyen perpétum mobile vagy a szó jó értelmében, bár azt hiszem okos tónik, mondták, hogy perpétum mobile örök mozgó, ugye nincs. A jövő generációját, illetve a fiatalon induló trükklovasokat, ördöglovasokat te egyedül, vagy már vannak a 15-ben mondjuk olyan szinten áll a hölgyek, urak, akik ebben segítenek, mert azért nyilván a nap 24 órájából áll, néha az neked sem elég. Sajnos nem elég, igen, de a cél az, pláne egy tanár, egy pedagógusnál, kineveje az utánpótlást. És nem csak a ördöglovasokba, hanem a, az edzőkbe, kollégákba is. Úgyhogy azok közül a fiatalok közül, akik ezt a nevezzük itt szép szakmát, sportot, életformát választották, vannak igen már olyanok egy-ketten, akik beálltak, és ugyanúgy átadják a tudást, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy alá dolgoznak a csapatnak, és előkészítik a fiatalokat, egyfajta szűrén esnek át, ugyanis ott elkezdik a gyakorlatokat, elkezdik az erősítéseket, elkezdik a különböző dolgokat, mindenki a saját léptékében, tehát nyugodtan neki lehet állni, úgymond az irodasztal mellől is, és amikor eljutnak egy bizonyos szintre, és, és ö, ott vannak már fejben, fizikumban, mindenben, akkor kerülnek általában át hozzám. És akkor ott, ott jön még az újabb feketeleves. Elsősorban lovagolni szeretnének elsőként menni hozzád. Jaj, de szép, milyen jól tartod az állatokat. Tényleg egy ilyen, egy ilyen ö, olyan holdbéli táj, hogy az ember azt gondolja, hogy nem nem karámba, meg egyebek, hanem az állatok ott vannak, vagy rögtön a Szent napok alkalmával, amikor ugye legtöbbször találkoznak velük, én ilyet akarok, ide kvalitás kell, itt soha nem zavarsz el senkit, ez nagyon érdekes. Nem, nem, én Ha egy picit gömbi típusú, és mondjuk több volt a fánk, az se, mert a produkció dönt nálad mindig. Nagyon egyszerű. Az én azt tanultam az én tanáromtól, Pavli professzortól és a sietem hogy az esét meg kell adni. Nekünk az a dolgunk, hogy profik legyünk a saját szakmánkba edzőként is, példát mutassunk, ez az a legfontosabb, nekem mindig azt mondta a mester, beszélsz te akármit, ha nem mutatsz példát, és ugye kérdezted az elején, hogy most éppen jobb formában vagyok újra, meg mit tudom, én nagyon egyszerű, rájöttem arra, hogy egy ötven... 50... Soha nem volt egy -e bono, ne, nem, ne, nem, ne, nem, nem volt egy... Nem, 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 de elbízva. rájöttem arra, hogy elég volt a... Hogy is mondjam, a a 70-60-50 százalékos hozzáállásból, már most fizikumra gondoltam, úgyhogy újra nekiáltam kőkeményen edzeni. Ez a családapa énedből adódott már elnézést. Tavaly a Szent László tanár, az első tavaly bocs, hogy elmondom, mert nem hatalmazta fel, ahol igazából téged, kiváló narrátor vagy moderátor szervező, nem láthattunk lovon láttunk, mert nyilván a felvonuláson is, mint ördöglovas nem láthattunk. Nagyon egyszerűen a két oka volt, nekem vo volt egy-két sérülésem előtte, milyen részleges bénulások, meg láb, meg egyebek, tehát ugye némileg ami... hátráltatott. Igen, tehát ez itt, ez itt a riasztó része az ördöglovasoknak. A lényeg az, hogy ez egy kicsit úgy visszafogott, meg hát persze a család meg mindenki mondta, hogy itt az idő, most meg kicsit vegyél vissza. És aztán elkezdtem ebbe, így elkezdtem én belebetegedni ebbe a visszavételbe, és megígértem a gyerekeimnek, minden egyes alkalommal felvonuláson előmentem ugye, mint Szent László vezére, és vittem a csapatot, és te tavaly bejelentettem, hogy most először nem lóháton megyek, én furcsáltam hanem, is. Hanem igen, nagyon sokan megjegyezték, hogy ez így nem jó, hogy ez nem tetszik nekik, viszont fontos nem ez cél érdekében. A kisfiamat kísértem, a, aki ugye akkor a. 6-7 éve körüli időszakát járt, hogy van a hét, mert már, már 28-eken És már akkor tavaly érdeklődött a mert mondhat, hogy előtte nem is tudom, kaubolyok inkább, meg indiánok, vagy de... Hát, hát meg a viking, meg a a hajózás, igen. hajózás, hajózás, őt iszontosan érdekli a hajózás, meg titanikot akar újraépíteni, ami nem süllyed el. A lényeg az, hogy a kislányom jött lovon, ő 10 éves, a kisfiam lett, jött szintén lovon, tehát mind a kettő Pónin, 7 éves, és én úgy döntöttem, hogy elkísérem őket a földön, és a fiamra figyelek, mert hát ez itt csak aszfalton, csak nagy tömegben, 300 fő között, 80 lóval, stb. stb. És megígértem az anyukájuknak, hát, hogy ott leszek mellettük, és a lóháton annyira nem tudom úgyhogy ezért kivételesen gyalogosan közlekedtem, egy csomó észre se vettek, sőt még fotó se készült rólam, utána kicsit rosszul is voltam, nem azért, mert nem készült rólam fotó, hanem hogy a gyerekeimmel együtt nem készült rólam fotó, mert ugye elvesztem a tömegbe, ugye beálltam a sorba tulajdonképpen, és mindenki meglepődött rajta, én erre azt mondtam, hogy Semmi baj, itt is példát kell mutatni. Tehát nem csak elő kell menni, legyen ez egy kihívás, egy ütközet, egy csata, vagy egy felvonulás, hanem be kell állni néha a sorba, és az embernek példát kell mutatni szülőként is, és én ott voltam, és kísértem a gyerekeimet. Az állatok szeretete, a természet szeretete nagyon-nagyon régóta életed része, ugye majd két évtizeddel ezelőtt én szerintem Magyarországon egyedülállóképpen mondta, ha nem így van, ugye Rodeo rendsként elhíresült farmot, ami ugye még mindig ezt a nevet, mert ugye Pantarei minden változik, de bizonyos dolgon nem kell változtatni, ezt elkezdted. Most már Szent László, de mindig az állatok, a szeretetet. Ez, ez így megvan, illetve, hogy te neveled az embereket, és nem QR kóddal, meg Viberrel, meg ezekkel a sok ilyen őkösségekkel, hanem tényleg ahogy kell, és akik mennek, azok imádnak, tisztelnek, magasztalnak a szó jó értelmébe. Ez így is maradsz, szilárd, hát független, hogy 52. évedben vagy, miért mondtam el, mert ilyen dög vagyok. <hállap> Nincs ezzel az, az égvilágon semmi baj. Én úgy gondolom, hogy a, a kor az egy évszám, az állapot az meg a hozzátartozott gondolkodás szemléletnek az eredménye, nagyon egyszerű a válasz. Én, én úgy gondolom, hogy ha valaki tud azonosulni azzal a gondolkodással, amit én képviselek, és szereti magát egy kicsit más világban érezni, egy kicsit visszamenni az időben, feleségem mindig azt mondja, hogy te eltévedtél az idősikok között, úgyhogy valószínűleg valahol a középkorban élnél, hogyha választhattál volna. Félnénk tőled, bár jó ember vagy. Az igazság, én kardaloztanám az igazságot, és a csomót, csomót én nem, bogozom, hanem vagdosom. Tehát Sándor, köszönjük. Teljesen másképp látom én ezeket a dolgokat, szerintem egyszerűbben működnének. Viszont ezt tanítom a fiataloknak is, hogy vannak alapvető igazságok, mint az apa, az anya, meg a családértéke, a lojalitás, a hűség, az elvekhez, a társaimhoz, a páromhoz, a családomhoz, a tanítványaimhoz, a mesteremhez, ami ma már viszont egyre inkább kiveszőben van. Ez az emberek régen meghaltak elvekért, Ma okay. már, bocsánat, az anyja se halna meg, hogy arról lenne szó. Valahogy én ezeket a dolgokat kevésbé tudom elfogadni, ilyen maradi maradtam egy picit ezen a vonalon. Élményben lehet beszélgetni, az időnk vele sosem elég. Egy nagyon-nagyon röviden, kettő percben összefoglalni, hogy minden köszönhető, hogy Fábri Sándor március 18-án, hogy a népszerű Fábriát őt bemutatni nem kell, meghívott az adásába. És ott bizony nem csak te mentél egyedül, hanem egy nagyon komoly 15-20 fős csapattal készültő rád láthatott valahol? Igen, a Nemzeti Vágten 2023-ban a zároműsor, mit csináltuk az a szombat este egy nagy tüzes és így fogalmazott, mikor meglátta, hogy a szarongatagat. A és ez a beszar típusú gondolat volt, hát nem tudta, hogy izguljon értünk, vagy szurkoljon nekünk, vagy tapsoljon, és aztán szólt a produkciós vezetőjének, hogy hívjon már fel, szeretne bennünket a sóba látni, ez a hívás évvégén megtörtént, januárba behívott bennünket, és kérte, hogy ha már megyünk, vigyek lovat is, meg gyerekeket, meg tanítványokat, ugye elvittünk két pónit, meg egy pár fiatalt, és, Olyan előre dolgoznak, mert ugye március 18-án 18 18 meg is lehet nézni utólag. A, az adás főn van most is szerintem az interneten, ugye a Duna tv volt a Fábrisó, és a lényeg az, hogy beszélgetünk egy kicsit arról, hogy ez mit, mitől is lett a csapat az, aki. Tehát, hogy az ördög lovasok, ugye azt mondja, hogy hallott már rólunk, de aztán most látott bennünket először, és hát nevezzük így, új szurkolónk lett, új rajongónk lett, és ennek örülök, mert most már hányra is egyre többen vannak. Ő értékrendben egyébként egészen más Pali, de ő azért hasonló. Hozzá. Tehát ő, ha jól tudom, akkor a különböző piercinges és egyéb érdekes hajformátumokat a tartó embereket úgy leoltja, hogy kell. Ilyen maradt ő, vagy neki is megvannak azok is dolgok, hogy hát meg, kell lenni, meg le legyünk piszik, vagy azért ő elmondja? Nem, ő azért elmondja. Hát ő nem, 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 finomkodik, azért, hogy oda teszi annyi arról a szó, de hát én úgy gondolom, hogy nincs ettől szép a világ. Tehát vagyunk olyanok, akik egy kicsit tradicionálisabban gondolkodunk, és ennek köszönhetően ezeket az elveket képviseljük, de hát, ha nem lennénk, akkor ki az, aki vinnék? Kassi barátom is, ugye a lovasi Ilyász, ő is így látja a világot. Vagyunk páran, akik azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nemzeti hovatartozás van, a klasszikus értékeket képviseljük, és ennyi. Szilárd, beszélnék veled tulajdonképpen a Szent Lászlóról fél percben idén is lesz mindenképpen. Az emblematikus, ugye, bortörténelmi napok, fröccs na, nagyon sok minden barok van. Talán a fesztivál szezon veletek, ugye júniusról beszélünk. Június 28-e hétvége, azt hiszem, tehát én 29 30 Idén is adik, ugye felvonulással kezdődik, és akkor szombat-vasárnap a dandárja ad dolgok. Igen, péntek este lesz egy fánkes felvonulás, illetve mi próbálunk. Szombaton a nagy felvonulás, fellépések, este csinálunk egy nagy tűzes zárom itt lesz megint Kassai Lajos barátom, és úgy tudom, hogy most nem csak bemutató lesz, hanem lesz egy kis előadása is, mert hát akit úgy ismeri, hogy Így van. történész, filozófus, stb. Úgyhogy szerintem érdekes lesz ez a hétvége. Az egyedüli ember, aki megdicsért engem. Á, nem, nem szoktak dicsérni, de hát mondjuk produkcióm alapján nem is, hogy annyira örülök, hogy, hogy nem tegeződött, amikor megszólított. Tiszte, amikor tavaly vagy tavaly előtt is itt volt már, és hogy merődnek egy kicsit unja ezt a szevasz, háj, meg csákó, én mondom, tiszteltem, uram, ki tisztelt, ennek örültem. Vannak, akik beérik ennyivel, és nagyon-nagyon hát köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Emelted a műsoron fényét. 20 a 21 et tehát a hétvégén szombat vasárnap született talán nem mondta, mindenkit várnak szeretettel, aki nem akar trükklovagolni, mert ez nem csak úgy, úgy oda megyünk, aztán ördög lovaglunk. Hány óra akkor kezdetek a Gyirmóti Rodeó rendsem. Reggel 8 órakor kezdődünk szombat is, meg vasárnap is, és körülbelül olyan délután 6 hétig tart a, a, a vizsga. Nagyon köszönöm, feladat. hogy itt voltál. Én is köszönöm, sziasztok! Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.